Heves viharok söpörtek végig, és áradások pusztítottak Amerikától Ázsiáig a föld északi féltekén. A Fülöp-szigeteken 23-an, Irakban legkevesebb 12-en vesztették életüket az áradásokban. Kaliforniában hóvihar és sárlavina okozott fennakadásokat, Kínában pedig két bányász vesztette életét, amikor árvíz mosott el egy szénbányát. Sorra borultak fel a kamionok az autópályán az amerikai Kansas államban. A 107 kilométeres óránkénti sebességű szélben olyan sok baleset történt, hogy le kellett zárni a 70-es jelzésű országutat. Kalifornia állam északi részén hóvihar söpört végig, az Oregonba vezető autópályán leállították a forgalmat, miután helyenként 43 cm vastag hótakaró borította be az országutat. Több tucat jármű rekedt a hóban. Kalifornia állam déli szegletében nem a hó, hanem az eső okozott gondot. Megmozdult a föld, miután több mint 17 cm csapadék hullott néhány óra alatt. Az utakat sárlavina torlaszolta el, szerte Orange megyében több település teljes lakosságát evakuálták. A felismerhetetlenségig összeroncsolódtak az útról elsodort járművek az iraki Erbilnél. Egy kamion, egy busz és egy tartálykocsi zuhant egy gödörbe, miután villámárvíz söpört végig iraki Kurdisztán fővárosán. Sokan, köztük nők és gyermekek vesztették életüket, és több tucatnyian megsebesültek a pénteki viharban és az azt követő áradásban. A folyók kiléptek medrükből és lakott területen söpörtek végig, köztük a másfél millió lakosú Erbilben. Az autonóm kurdisztáni régió miniszterelnöke szerint az áldozatok száma hamarosan tovább emelkedhet, mert sokakat eltűntként keresnek, félő, hogy őket is elragadta az ár. Az anyagi károk felbecsülhetetlenek. Hajnali 3 órakor hallottuk, hogy jön az ár. Felvittük a gyerekeket az emeletre, elképesztő dolgokat láttunk. A víz autókat sodort el, benne teljes családokkal, mesélte egy férfi. Árvíz mosott el egy szénbányát Kína északi részén. A 22 bányász 2 napot töltött a mélyben, mire a hatóságoknak sikerült újra megnyitniuk a beomlott lejárót. 2 bányászt már nem sikerült megmenteni, a többiek azonban túlélték a szerencsétlenséget. Duplájára emelkedett a halálos áldozatok száma szombatra virradóan a tájfún sújtott a Fülöp-szigeteken. Vannak olyan városok, ahol a rossz időben még szombaton sem tudták elkezdeni a romok eltakarítását. Legkevesebb 7 ember eltűnt, ezért félő, hogy a következő napokban az áldozatok száma tovább fog emelkedni. A 195 kilométeres óránkénti sebességű szélvihar csütörtökön csapott le a dél-kelet-ázsiai országra. 300 000 embert evakuáltak, amikor a partmenti területeket elárasztotta a tenger és a folyók kiléptek medrükből. Több mint 18 000 egyenruhás, mentők, rendőrök, tűzoltók és katonák vesznek részt a mentési munkálatokban.